Üdvözletem, Necroclean vagyok, és ahogy elnézem, beindult a gépezet, a kérdezfelelek gépezet, úgyhogy jön a Necrovat első-második hivatalos epizódja, ahol már konkrét kérdésekre felelek, és ezért is láthatok Blacklight Retribution játékmenetet, azon kívül, hogy nekem is volt egy kevés kedvem játszani, hozzá már játszottam volna Far Cry 3-mal is, mert az illető, aki kérdezett, azt is belevette a kérdésébe, de hogy úgy mondjam, az ő kérdését találtam olyan érdekesnek, amire talán ti is kíváncsiak lennétek, hogy mit hogyan válaszolnék rájuk. Szóval jönnek a kérdések egy kicsi sorrendben. Hogy állsz a nyereményjátékokkal? Nem szeretnél nyereményjátékot csinálni? X évesen hogy tudod magadnak azt megengedni, hogy még mindig játszol? Ez egy érdekes kérdés, ugye? Blacklight-ban hogyan lehetne gyorsan érvényesülni, mert kb. Egy évet hagytam most ki. Szóval, menjünk sorrendbe. Hogy állok a nyereményjátékokkal? Nem szeretem, sosem volt szerencsém bennük, valamiért, valahogy nem tudom, hogy miért, de nem. Egyszer, mikor kölyök voltam, a faterom elvitt egy ilyen lottozóba, és még óvodás voltam, és hát az volt a feladat, ki kellett rakni számsorrendbe elég magas számjegyeket, de szerencsém volt, mert a faterom már 4 éves koromban megtanított számolni, úgyhogy elég könnyű volt kirakni őket sorrendbe, szóval az volt a lényeg, kisgyerek is ki tudja rakni sorrendbe a számokat, és nyertünk némi pénzt, elmentünk moziba, megnéztük egy Arnold Schwarzeneggeres filmet, kurva jó volt. Nem szeretnél nyeremény játékot csinálni? Hát, rossz a kérdés, miben léte. Hogyha szeretnél nyeremény játékot, úgy kéne megkérdezni, hogy szeretnél nyeremény játékot csinálni, mert hogy az agy csak az igenlő választ ismeri. Szóval, ha nem szeretnék nyereményjátékot csinálni, arra válasz igen, nem szeretnék nyereményjátékot csinálni. De, mivel csináltam annól egy Black Ops 2 videót, amiben megígértem, hogy lesz egy nyereményjáték, de ahhoz 3000 feliratkozót el kell érni, és aktivitást kell mutatni. Nagyon értékes nyereményjáték lesz, nem is nyereményjáték, hanem inkább verseny. Egy verseny, amiben persze lövöldözni kell, és elsőnek kell lenni, és aki megnyeri, azt hiszem, igen, boldog lesz. Mert igen értékes nyereményt tervezek, és természetesen ebben a régebbi feliratkozóim és a folyamatosan aktív emberek tetszik, nem tetszik, de előnyt fognak élvezni, és ha szeretnének ebben részt venni, akkor természetesen jól kell lőniük. Nos, X évesen hogyan tudom magamnak megélni, hogy mindig játszom? Igen, én már dolgozom, már nem tanulok, bár az élet egy örök tanulás, ezt szeretem magam előtt tartani, úgyhogy hogy tudok mégis játszani egy jó munkahelyel? Természetesen azért az embernek legyen a munkahely, ami ad elég szabadidőt, vagy csináljon magának szabadidőt. Tehát úgy dolgozzon úgy, hogy legyen szabadidő, vagyis hát a szabadidő dolgozzon, érted? Hosszú történet, mindegy. Lényeg az, hogy úgy tudok még mindig játszani, hogy szánok rá időt. Egyszerűen fogok, leülök és játszok. Ha az ember szeret valamit, akkor arra szán időt. Én szeretek játszani, ez a hobbim, szeretek ezzel foglalkozni. Egész kölyökkorom óta foglalkozom, és valamilyen szinten részt vett az életemben. És igen, elég idős vagyok ahhoz, hogy azt mondjam, az első gamer generációhoz tartozom, akik már azért többet nőttek fel számítógép előtt, de hál' Istennek még volt gyerekkorom, ahogy ezt szokták mondani manapság, és többet lógtam azért én kint az udvaron, mint a tévé előtt, de amint feltörekvőbe kezdett lenni a számítógép, azért már ott ültem előtte, vagyis ha nem ültem ott előtte, igyekeztem up to date-en tartani magam, hogy így mondjam, tehát napra készen tartani magam. De egyszerűen ez a hobbim, és szeretek rá időt szánni, ezért tudom megengedni magamnak, mikor játszik. Ha az ember szeret valamit, ha te szeretsz valamit, leülsz és csinálod, erről szól, semmi extra. Blacklight-ban hogyan lehetne érvényesülni? Te figyelted a játékot? Fél éve nem játszottam, és mégis megy a játék valamilyen szinten a maga útján. Szóval, ez a játék nem nehéz. Persze lehet a legjobbnak lenni, ahhoz egy dolog kell. Hogy lehet érvényesülni? Egy dolog, leülsz, játszol. Szánsz rá időt. Ha élvezed, szeretnéd, szánsz rá időt. Az akarat az, ami kiemel majd a többiek közül, az, hogy akarsz első lenni, akarsz a legjobb lenni, meg akarod ismerni a pályát, jó reflexeket akarsz, egyszerűen csak képzeld el, rakd bele az agyadba, és éld át, hogy te vagy ott az első ember, aki a legjobb tud lenni az adott játékban. És ez igaz alapvetően minden multiplayerre. Szóval egyszerűen alkalmazd, és tudd, hogy te vagy a legjobb, akar
a legjobbnak lenni, és akkor semmi gond nem lesz, első fogsz lenni. Én is egy fél évet hagytam ki, az utolsó játékom az a videón volt, amit YouTube-ra felraktam annó, azóta így játszom, akkor kicsivel jobban játszottam, de egy kicsit, egy kis gyakorlással simán elsőnek lehet lenni. Ez a játék rohadtul nem nehéz, a fegyverek jók, nem annyira pay to win játék, tehát nem kell pénzt kiadni azért, hogy első lehess, de azért az olyan fegyverek előnyt élveznek természetesen valamilyen szinten, de az alapfegyver is teljesen jó, és lehet jól vele rásolni, zúzni, és a többi, és a többi. Úgyhogy ezt a falon átlátó VH-t meg ne használd, fölösleges, csak megöl, na jó, csak vicceltem, használd, hogyha szeretnéd. Nagyjából ennyit erről, ezekről a három kérdésekről, remélem majd pár kíváncsi elmét kielégítettem. Jön egy másik érdekes kérdés, hát ez hihetetlen volt. Craft12 kérdezte, hogy az űrlény, ha az űrlények megtámadnának minket egy análgépfegyverre, de egy 601-es trabi megvédés nincs rajtad póló, akkor hány éves a kapitány? Jesszus, mennyi filmet kellett megnézni, hogy ezt megkérdezd. Hány éves kapitány? Nem emlékszem, tudod, nem emlékszem, de azt tudom, hogy Bélának hívják. És nem egy 601-es trabi volt, hanem egy Lada. De mindegy. Hát, ha még ezt se tudod, hogy ez egy Lada volt. Szeretem a focit? Ha igen, Fradi vagy Újpest. Szeretem a focit. 10 évig játszottam versenyszerűen, úgyhogy... Igen, szeretem a focit, de tudjátok, valahogy sose szerettem nézni, inkább játszani. Inkább lent voltam az udvaron, és toltam a focit, de... mint hogy leüljek és nézni, de azért a jelentősebb eseményeket először leültem, mint a Bajnokok Ligája, meg a VB, EB, ezeket leültem és megnéztem, és mai napig azért leülök és megnézem. Fradi vagy Újpest, Jézusom, hagyjatok, semmelyik, se Fradi, se Újpest, hogy őszintenek, mit csinálnék Magyarországon? Amatőr focit, senkinek nem adunk fizetést, csak amatőr szinten fociznak, mert akkor olyan emberek fociznának, akik élvezik a focit, és nem pénzkeresés miatt vannak ott. Úgyhogy én legszívesebben ezt csinálnám otthon Magyarországon. Sajnos a magyar foci szar, ez van, ezt kell szeretni. De hogy még jobbá tegyük, vagy hogy az olyan emberek emelkedjenek ki, akiknek igazi tehetségük van, ezért tényleg amatőr focit csinálnék, és akkor sokkal nagyobb esélye lenne az olyan embereknek bekerülni, focizni, akiknek igazi tehetségük van. Persze azért Magyarországon is vannak ilyen futballiskolák, ha jól tudom, ahol a tehetségeket próbálják jó útra terelni, de hát amennyi pénz van rá, annyira lesznek tehetségesek a játékosok, én ezt úgy érzem. Szeretek-e Magyarországon élni? Nem élek Magyarországon, de nagyon szerettem ott élni, és valószínűleg újra fogok ott élni. Szóval... nagyjából ennyi lenne az első kérdezfelelek adás. Várom úgy szinte a kérdéseiteket, nagyon fontos, hogy várom a kérdéseiteket, amikre fogok felelni, így aztán nyugodtan hagyjatok ott kommentet, mit gondoltak erről a videóról, hogy tetszett-e nektek, amiről beszéltem, a kérdések, amiket kiválogattam. Lassan-lassan beindul a gépezet, és azt hiszem, nagyon fogom élvezni ezt a Necrovat című műsort, és... minden esetre tényleg várom a kérdéseiteket, hajrá, következő Necrovatig, sziasztok!